Köszönöm. Tehát először is bemutatkozással kezdeném. Én Gál Tamás vagyok, és mint elhangzott a Szegedi Egyetem éghajlattani tanszékének vagyok a munkatársa. Itt a tanszéken alakult városklima kutatócsoportban foglalkozunk gyakorlatilag városklimatológiai témájú vizsgálatokkal. Igazából ez a téma arra koncentrál, hogy a városok azok milyen éghajlatmódosító hatással bírnak, ezeknek mi a jellegzetessége, illetve hát próbálunk erre modelleket is alkotni, hogy a jövőben mi várható. Ugye mivel mi alapkutatással foglalkozunk, ezért talán ez a fajta előadás kicsit el fog térni a továbbiaktól, hiszen itt próbálunk konkrét kutatási eredményeket bemutatni amelyek fölhívják a figyelmet arra, hogy nagyon nem mindegy az, hogy a városokat érintő nagyobb módosításokat, azokat hogyan tervezzük meg, vagy nem tervezzük meg, hiszen elég súlyos hatásai lehetnek klíma szempontból. Jó, hát az előadásom címét azt nem ismételném meg, azt együttesen alkottuk meg, és nekem is talán kicsit körmönfonnak tűnik, de remélem a végére kiderül, hogy mi is a tartalom. Jó, tehát először csak egy felvezetésként, mi is maga az a város klíma, és milyen tényezők befolyásolják azt, hogy a városainkban milyen klíma, milyen klímaparaméterek lesznek. Jó, hát Ezek közül van néhány, amire ugye nem nagyon van ráhatásunk. Ez a földrajzi helyzet, ez ugye városoktól függően adott. Az idő az, hogy most milyen napszak, évszak van, ez is nyilván egy alapvetés, illetve az időjárás is. Tehát az, hogy milyen mondjuk a háttér klíma, arra se nagyon van befolyással a város. Viszont itt alul, amit látunk, hogy az alsó részen, olyan paraméterek, olyan hatásmechanizmusok is hatnak a városok éghajlatára, amelyekre azért már sokkal jelentősebben tudunk befolyással bírni. Így ugye a városméret, itt a lakósűrűségre kell esetleg gondolni, ugye a városi aktivitás is egy fontos, tehát hogy hogyan használjuk a városainkat, milyen kibocsátások vannak a városban, amiről ugye alapvetően mi tehetünk, illetőleg a város szerkezet, mint olyan, milyen a felszínnek a geometriája, milyen építőanyagokat használunk, ezekkel mind-mind befolyásoljuk a városoknak az éghajlatát. A város klímának számos aspektusa van, ezek közül talán a kettő legfontosabb, ami leginkább eltér a természetes területektől, az egyik ugye a szélviszonyok, a másik pedig a hőmérsékleti viszonyok, és ebben az előadásban inkább erről a hőmérséklet módosulásról fogok beszélni, hiszen ez az egyik legjelentősebb különbség. Jó, tehát hogyan módosul a hőmérséklet a városokban? Ugye az ide tartozó fogalom úgymond az alapkutatási oldalról a városi hősziget jelensége. Ugye ezt a jelenséget már nagyon-nagyon régen észrevették egyébként az első leírás, az még a 18. századi Angliából származik. Ott London esetében is már fölismerték ezt a jelenséget. Igazából itt arról van szó, hogy a városi területek a külső, úgymond természetesebb területektől eltérő hőmérsékleti értékeket produkálnak napszakosan, évszakosan változó formában. Ugye, hol jelenhet meg a városi hősziget? Megfigyelhetjük a levegő esetében, megfigyelhetjük a felszín hőmérséklet esetében, illetőleg a felszín alatt is mérhető különbségek vannak. Hát itt csak két példa, itt az ábra bal oldalán egy tipikus kép egy amerikai városról, amiben a felszínhőmérsékleteket mutatja az ábra. Ugye minél kékebb, feketébb, annál hűvösebb egy felszín, minél sárgább, pirosabb, annál melegebb. És azt lehet látni, hogy ugye a jobb oldali részen ott egy ilyen felhőkarcolók vagy magasabb épületekkel és ugye burkolt felszínekkel rendelkező terület van. Ott jellemzően ugye utca szinten nagyobb felszínhőmérsékleteket fogunk tapasztalni. Jó, ugye a felszínhőmérséklet módosulás miatt részben ugye a léghőmérséklet is próbálja ezt követni. Ugye a léghőmérséklet esetében a különbségek nem olyan gyorsak, tehát nem lehet azt mondani, hogy az utca egyik oldalán sokkal melegebb van, mint a másik oldalon, maximum csak úgy érezzük. Ugye a léghőmérséklet esetében, mint egy ilyen, hát egy nagy átlagos képet láthatunk, erre a hát sematikus ábra a jobb oldalt látszik, egy valami hasonló beépítésű területen, ugye a város központokban jelentősebb magasabb hőmérsékleteket fogunk tapasztalni. Persze, ahol mondjuk van egy városi parkot, alacsonyabb hőmérsékletek lesznek, illetve a vízfelszínek is befolyásolnak. Jó, tehát elméletben ez valahol így néz ki, e, nyilván ezek sematikus ábrák, tehát e, nagyjából kitalált felszínekről szólnak, de nézzük meg, hogy ez e, magyarországi példákon ez hogyan tud megjelenni ugye a gyakorlatban. Ugye szegedi e, mintaterületünk van, ugye alapvetően nyilván ugye e, célszerű ugye ott vizsgálódna, ahol az ember dolgozik. Itt 2014. augusztus 29.30-ának éjjeléről van egy térképsorozat. Ugye ez a térképsorozat ez úgy készült, hogy a városban több helyen folyamatosan mérjük a hőmérsékletet, és megnéztük azt, hogy a naplemente előtti két órában, a naplementekor, és az azt követő 2, 6, 10 és 14 órában hogyan alakul a hőmérséklet. Itt, hogyha megnézzük, a naplemente előtt egy ilyen össze-vissza képet tapasztalunk, vannak olyan városrészek, ahol egy-két fokkal melegebb van, vannak olyan városrészek, ahol egy-két fokkal hidegebb van, tehát igazából itt nem lehet úgymond törvényszerűséget mondani, viszont naplemente környékén, illetve az azt követő órákban megjelenik egy nagyon jellegzetes szigetszerű forma, a beépítés következtében Gyakorlatilag a város központban egy ilyen 4-5 Celsius fokkal magasabb hőmérsékleteket fogunk mérni ezen naplemente utáni órákban, mint a külterületen, és ez tovább folytatódik az éjszaka során, tehát ugye a 6 és 10 órában is ez a különbség megmarad, ugye ezen az adott napon a maximum különbség az olyan 5,5 Celsius fok környéki volt ugye a külterülethez viszonyítva, és ugye ez a relatív magasabb hőmérséklet ez megmarad az éjszaka során végig, egészen nap felkeltéig, ez az ábra körülbelül napfelkelte utáni órában, órára vonatkozik. Ugye ahogy felkel a nap, ez a fajta lokális jelenség ez szinte megszűnik, innentől kezdve a nap besugárzása irányítja azt, hogy az adott területen milyen lesz a hőmérséklet. Jó, tehát alapvetően ő a városi hősziget jelensége, és ez egy ilyen, hát gyakorlatilag közepes méretű városban elérhet akár egy ilyen 5-6 és még magasabb hőmérséklet különbséget is. Így ugye ezeket az eredményeket azért nagyjából az összes többi magyar városra is lehet vonatkoztatni, tehát még Budapesten is hasonló nagyságrendű különbségeket láthatunk. Itt ugye egy kicsit más szempontból, hogyha megnézzük, ugye az ábrán alul látható ugyanezen éjszakának a hőmérsékleti menete az időben, tehát ugye a naplemente az itt a nulla időpontban van, és akkor óránként rendre láthatjuk a hőmérsékleteket. És ami a, színek, tehát a színeknek a jelentése igazából, tehát hogy ne térbe vizsgálódjunk, hanem beépítési típusokra bontsuk le a hőmérséklet alakulását, ezért ugye eleve a mérőállomás hálózatunkat, amiből az adatok származnak, ezt így telepítettük. Itt alul talán lehet látni, hogy igazából a a színek jelentése nagyjából így balról jobbra haladva az, az, lenne, hogy először ugye a piros szín jelenti ugye a középmagas épületekből álló sűrű beépítést, ugye az a narancsárga szín az alacsony épületekből álló szintén sűrű beépítést, majd utána átmegyünk a ritkább beépítésre, tehát ahol az épületeknek a részaránya az alapterületből kisebb, abból is egy magas és egy alacsony beépítési típus van, illetve hát a városban még megjelenik egy ilyen tipikusan raktárházas terület, ahol nagy alapterületű épületek vannak, illetve ilyen alig beépített beépítési típus, ami ugye a külterületek felé, hogyha haladunk, az ilyen kiskerteket jelenti, ugye gyakorlatban. Jó, és ugye mi a mondani valója ennek az ábrának? hogy alapvetően az, hogyha megnézzünk mondjuk egy sűrű beépítést, tehát akár, mint mondjuk ez a környék is, ahol mi most éppen vagyunk, ott azt tapasztaljuk, hogy a naplemente után elég hamar elkezd nőni a hőmérséklet, és ez a hőmérsékleti többlet az éjszaka során folyamatosan megmarad egy ilyen adott napon, és a többlet az gyakorlatilag a napfelkelte környékén tűnik el, és hogyha ezt összevetjük egy olyan beépítési típussal, amikor sokkal ritkább a beépítés, több a zöld felület, kevesebb épület van, azoknak a terület aránya kisebb, akkor azt látjuk, hogy ott már nem annyira szörnyű a helyzet. Itt ez a, hát nekem a monitoron sárga, de itt egy zöldes színű görbe, ez gyakorlatilag a családi házas beépítés jelöli, és az látszik, hogy az a hőmérsékleti többlet a külterülethez képest, hát majd, hogy nem ugye kétharmada csak a teljesnek. Tehát nagyon nem mindegy, hogy egy adott városi terület az mennyire sűrűn van beépítve, és milyen a beépítésnek a jellege. Jó, hát itt ugye, hogyha nem csak egy adott éjszakán vizsgálódunk, hanem megnézzük azt, hogy mondjuk kedvező időjárású napokon, illetőleg ugye az éves átlagban mi a helyzet, akkor hasonlóakat tapasztalunk. Legfölül látszik a az éves átlag. Éves átlagban is a trend az ugyanez, csak ebbe benne vannak ugye az olyan napok is, ami mondjuk esős vagy nagyon szeles, amikor ugye a városi hatás sokkal gyöngébb tud lenni ugye a nagy térség időjárási jelenségek miatt. De ott is alapvetően azt látjuk, hogy egy ilyen családi házas beépítés az jóval kedvezőbb a hőmérsékleti többlet szempontjából, mint mondjuk egy nagyon sűrű, magas épületekkel történő beépítés. Ugye most csak az éjszakáról volt szó, hogyha megnézzük ezt évszakosan és napszakosan is, azért azt látjuk ezeken az ábrákon, ez kicsit talán elsőre nehéz értelmezni, hogy hogyan alakul a hőmérsékleti különbség. Ugye minden egyes, tehát a hatábrából mindegyiket valahogy úgy kell értenünk, hogy itt alul van az év, tehát ez gyakorlatilag elkezdődik a nyáron, és aztán ez az őszi időszak, a téli időszak és a tavaszi időszak, a függőleges tengely az pedig az adott napon belül az óra, tehát ugye itt van nulla óra, itt van ugye dél, és itt van ugye az esti órák. Ugye ezen, ábrákon nagyjából azt lehet leolvasni, hogy például egy sűrűn beépített, magas épületekkel beépített területen, ugye éjszaka a nap, tehát az éjszaka hosszához kép, vagy hát hosszának megfelelően, Alapvetően mindig megtaláljuk ezeket a magasabb hőmérsékleteket, Viszont a kora délelőtti órákban, főleg nyáron, amikor ugye a besugárzás igen jelentős, akkor a város az még hűvösebb is tud lenni, hát kora délelőtt, tehát 10-11-12 óra környékén. Ez pont az árnyékolás hatása miatt, persze ez később behozza az éjszaka során. És itt az összehasonlítás csak azért ugye érdekes, mert hogyha megnézzünk egy ilyen ritkább beépítést, akkor ott már sokkal hát kisebb intenzitású, magasabb hőmérsékleteket fogunk tapasztalni. Tehát ugye így összevetve, gyakorlatilag ebben a sorrendben egyre kisebb a beépítésűrűség, egyre több a növényzet, és ennek megfelelően ezek a különbségek egyre kisebbek tudnak lenni. Hát most kicsit megnéznénk, hogy ugye ez a jelenség nagyjából valahogy így néz ki. A hatásmechanizmusokba azért nem szeretnék annyira belemenni, de hogy milyen következményei lesznek ennek? Hát az első következmény, hogy például az évi középhőmérséklet is módosul a városainkban. Itt ezen az ábrán megint beépítési típusonként látjuk a különbséget, ugye minél sűrűbb, annál barrább van. Ami látszik, hogy alapvetően a napi középhőmérséklete egy közepes méretű városban Magyarországon körülbelül egy fokkal lesz magasabb, a városi hősziget jelentés jelensége miatt. Illetőleg, amit észre lehet venni, hogy igazából nappali átlagban nem nagyon van különbség. Tehát amikor a napoknak a legmelegebb időszaka van, akkor úgy mindenütt meleg van. Tehát ott nem a város lesz a fő ható tényező, ott a besugázás a legjelentősebb. Akkor teljesen mindegy, hogy városban vagyunk, vagy ugye természetes területen vagyunk, körülbelül hasonló hőmérsékletek lesznek viszont a különbség fő oka az az éjszakai átlaghőmérséklet, hogy az éjszakai átlaghőmérsékletben pedig minél sűrűbb a beépítés, hogy a legsűrűbb beépítés esetén kb. 3 C fokkal nő meg az évi átlaghőmérséklet, ha csak az éjszakai órákat vesszük számba. Tehát ez egy igen jelentős méretű különbség, itt a nagyságrendhez csak azért tegyük hozzá, hogy amit ugye lehet olvasni a szakirodalomban, az elmúlt száz évben Magyarországon a hőmérséklet változás, az körülbelül egy másfél Celsius fok volt, amit ugye mérések alapján látnak. Na most ehhez képest a város önmagában a napi középhőmérséklet, vagy az éves középhőmérsékletbe egy hasonló nagyságrendű pluszt tesz hozzá, és azt azért tegyük hozzá, hogy azt a fajta melegedési ütemet azt a városokon kívül mérték, gyakorlatilag ilyen vidéki természetes területeken. Tehát a városok esetében eleve egy magasabb hőmérséklettel kell, hogy gondolkozzunk, hogyha bármiféle éghajlatváltozás témáról beszélünk. Sokkal egyszerűbb értelmezni a klímát, hogyha a klímaindexekbe gondolkozunk. Tehát, ugye az, hogy mondjuk 21 vagy 22 Celsius fok, az sokaknak nem mond semmit, igazából nekem sem feltétlenül. Tehát, ugye a szakemberek számára is azért jobbak a klímaindexek. Hogy ezek a klímaindexek, amik itt láthatóak, ugyanúgy beépítési kategóriák szerint az eloszlásuk igen jellegzetes. Ezek közül egy pár példát így kiemelnék, az egyik a fagyos napoknak a száma, tehát amikor a minimum hőmérséklet az kisebb, mint 0 C fok. Itt azt lehet látni, hogy ahogy haladunk a sűrű beépítés felé a természetes területektől, ott a több lett egy év alatt 15-20 nap, tehát 15-20 nappal több olyan nap van, amikor nincsen fagy a területen, Ugyanúgy itt az ábrán nincs rajta, de a fűtési napok számában is van egy ilyen tendencia, tehát ahogy haladunk az egyre sűrűbb beépítés felé, ott is egy tíznapos eltérés lesz, tehát a nagyon sűrűn beépített belvárosi résznek tíz nappal kevesebbet kell ugye elbeszámítások alapján fűteni. Tehát azt mondhatnánk, hogy ez kedvező. A kedvezőtlen rész az igazából a nyári indexekhez köthető. A hőségnapoknál, eh, ahol ugye a maximum hőmérséklet meghaladja a 30 fokot, ott is egy 10 napos különbséget azért meg lehet figyelni. Hát itt van egy ilyen érdekes klímaindex, ami talán néha egy viccek tárgya. Ez a sörkerti napok, itt alapvetően arról van szó, hogy a korai esti órákban a hőmérséklet az meghaladja a 20 Celsius fokot. Itt már jelentős különbséget látunk, tehát a sűrű beépítésnél már 35 nappal több olyan nap van, amikor ez az index teljesül. És aztán utána, hogyha az éjszakai indexekre megyünk át, akkor például a meleg éjszakák, amikor ugye a minimum hőmérséklet, tehát a leghidegebb hőmérséklet meghaladja a 17 Celsius fokot, ott ugye 20 nappal több van a sűrűbb beépítésű területeken, és ugye van egy ilyen indexünk, ez a trópusi éjszakák, ahol a minimum az meghaladja a 20 C fokot, tehát az nyilván a hajnali minimum hőmérséklet, és itt is egy 15 plusz olyan nap van, ami a külterületen igazából nincsen, de a város miatt a városban lesz e, ilyen e, hát indexet teljesítő nap az éven belül. Ez majd mindjárt fontos lesz, hogy értelmet nyer az a trópusi éjszaka, hiszen ez a kritérium, ez nagyjából a halálozásokkal is egy elég jól összeegyezthető, összeegyezthető index. Jó, ugye az előadás címében szerepelt a hőhullámok és ugye a többlet halálozás. Itt igazából a jelenség megértésével kapcsolatban, hogy ugye mi az a városi többlet, ami hát ugye elég kedvezőtlen hatásokat generál. Itt ugye egy hőhullám példáját mutatja az ábra. Alapvetően amit látunk a piros görbe, az a maximum hőmérséklet alakulása, a szaggatott piros gőrbe pedig a minimum hőmérsékletek alakulása. Ugye a város az igazából inkább a minimum hőmérsékletekhez tesz hozzá. Tehát a hajnali minimumot módosítja fölfelé leginkább. És amit itt látunk, ez 2003-as párizsi hőhullám idején mért adatok. Itt ugye van egy nagyobb maximum hőmérséklet, ami ugye már meghaladja a 30, vagy hát eléri majdnem a 35 Celsius fokot és a kis kék diagramon pedig ugye a halálozási többlet az átlaghoz képest látható, és azt látjuk, hogy ez a magas hőmérséklet ez még nem gyakorol igazából jelentős hatást ugye az elhalálozásra, viszont utána lesz egy magasabb maximum, Ugye a nappali hőmérsékletben olyan sokkal magasabb értékeket nem látunk, viszont ahol a változás egyértelmű, az az éjszakai hőmérsékletek, hiszen az előző viszonylag melegebb időszakban a minimumhőmérsékletek azok még 20 Celsius fok alatt maradtak, viszont ahogy a minimumhőmérsékletek tartósan átlépik a 20 Celsius fokot, akkor a halálozási szám az egy ilyen nagyon intenzív emelkedésbe kezd, és ez okozza igazából gyakorlatilag ezt a többlet halálozást, amit a hőhullámokhoz köthetünk, hogy a városainkban a minimum hőmérséklet, főleg a városi hatás miatt nem tud annyira alacsony lenni, mint mondjuk egy vidéki területen, és tartósan marad ez a egészen erős hő az éjszaka során, ami miatt nyilván hát egyéb betegségekkel összejátszva megjelenik egy ilyen többlet halandóság a városainkban. Jó, ugye ezt a jelenséget többen is vizsgálják. Itt igazából egy összehasonlítás arról, hogy ez, ez nem csak Párizsban van így, hanem hogyha összevetjük a hőmérsékleti adatokat, akkor globálisan nagyon sok városban is hasonló összefüggést látunk. Itt egy budapesti példa, ugye minél magasabban van a piros görbe, az a hőmérsékletre vonatkozik, a másik pedig ugye a, a halandóság. Itt hát valamiért a az időszak elejében van a hőhullám, de alapvetően azt lehet látni, hogy a magasabb hőmérsékletekkel nagyon szorosan együtt mozog a többlet elhalálozása a városi területeken. Hát itt ugye nyilván nem arról van szó, hogy most meleg van, és akkor véletlenszerűen megjelenik egyfajta elhalálozás, vagy egy nagyobb elhalálozási ütem. Igazából ez alapvetően életkor függő ez a változás és a fontos hatásmechanizmus az az, hogy ott a városban jelen lesz egy magasabb fokú termikus stressz, és ez a termikus stressz önmagában maximum csak zavaró, viszont hogyha már van valami más betegsége az adott egyénnek, ami miatt ugye eleve érzékenyebb a hőmérséklet változásaira, erre a megemelkedett stressz hatásra, a biológiai stresszre, ami éri, akkor következhet be ez a többlet és ugye alapvetően ez főleg azért az idősebb embereket érinti, tehát hogyha korcsoportokra leosztva megnézzük az egyik hőhullámnak a hatását, ezek londoni adatok, akkor a nagyon fiataloknál ez nem jelenik meg egyáltalán, tehát a fiatal szervezet ezt tudja tolerálni. Ugye a középkorúaknál is a kicsit idősebbeknél már megjelenik egyfajta többlet, és a, hát itt a 75 éves korosztály és a pedig egy kiugró töblet jelenik meg. Ez nyilván nyilván nem azt jelenti, hogy azért, mert idősek, ezért nem annyira tudják tolerálni, hanem inkább azt jelenti, hogy ebbe a korba azért jellemzően már valamilyen betegsége is van a korcsoportnak, tehát ugye ebben összejátszva a hőstressz az egy egész kedvezőtlen hatással bír. Ugye Mindannyian hallottunk ugye a hőségriadókról, ezt Magyarországon már egy elég jól kidolgozott rendszer, tehát rendre a nyári időszakokban figyelmeztetnek minket, hogy most ilyen fokú, olyan fokú hőségriasztás lép életben. Ez ugye segítség, mert segítheti a felkészülést arra, hogy egy megemelkedett hőstressz ér minket, viszont azért ez sem minden, tehát ugye még ennek ellenére is lehet azt látni, hogy a hőségriadók esetén a kiadott riasztások mellett is növekedő halálozás jelenik meg, és ugye itt is ugye az ábra külön jelöli a kórházban elhunytakat és ugye az otthon elhunytakat, tehát a kórházakban is ez egy fontos probléma, egy megemelkedett elhalálozás jelenik meg. Nyilván ott ugye a hőstressz miatt egy sokkal kitettebb hát, populáció van, tehát ugye nyilván már van valamilyen betegsége, amire egy lapáttal rátesz ez a fajta hőtöblet. Jó, hát hogyha megnézzük azt, hogy hogy egyes városokban és az idővel hogyan függ össze gyakorlatilag ez a kapcsolat. Ami görbéket itt látunk, az a hőmérséklet és az a plusz elhalálozási ráta közötti összefüggés jelöli, és azt lehet mondani ezek alapján, hogy lesznek olyan városok, ahol a hőmérséklet növelése nem növeli olyan nagy mértékben a, a, a halandóságot, ugye ezen olyan klímaterületek nyilván, ahol az emberek már ehhez hozzászoktak ezekhez a magasabb hőmérsékletekhez, viszont lesznek olyan területek, ahol, és ezek közé tartozik Budapest is, ahol ugye minél magasabb hőmérsékleteket tapasztalunk, ugye nem lineárisan növekszik ez a fajta többlethalandóság, hanem igazából ez egy exponenciális görbe kezdete, tehát sokkal inkább kitettek a ez a fajta hőmérséklet növekedés szempontjából ezek a városok, és ugye a magyar városok azok pont ebbe a kategóriába sorolhatók be ezen eredmények alapján, hogy itt az, hogy most egy fokkal több lesz, vagy kettővel, az nem azt jelenti, hogy mondjuk egyszer, vagy kétszer, vagy négyszer több lesz az elhalálozás, hanem lehet, hogy sokkal nagyobb mértékben fog növekedni. Jó, ezért is nem mindegy az, hogy a jövőben mi várható városainkban, hiszen mint látjuk, azért hogy a városi hatás az nagyon fontos abban, főleg a minimum hőmérsékleten keresztül, hogy az éjszakai időszakban milyen hőstressz éri a lakókat, és az, hogy a jövőben mi várható, ez sokkal, de sokkal fontosabb kérdés. Jó, nem szeretnék nagyon belemenni a globális klímaváltozással kapcsolatos ismeretekbe. Itt igazából mi nem is globális léptékben vizsgálódunk, meg talán ezek hát mindenki számára valamilyen szinten ismertek, hiszen elég széles körben terjednek ezek a fajta eredmények. Itt igazából csak azt foglalnám össze, ami a továbbiak értelmezéséhez szükséges, hogy alapvetően azt lehet mondani, hogy ugye akik vizsgálják hogy a klímaváltozás globális szinten különféle modellek eredményei alapján különböző szenáriókat állítottak föl. Ugye ezek közül a legfrissebbek, ezek az RCP szenáriók. Ugye ezek a számoknak a jelentésében most annyira nem menjünk bele. Itt igazából azt látjuk, hogy a 2.6-os szenárió azt mondja, hogy egy darabig növekedni fog globálisan a hőmérséklet, utána pedig egy stagnálás következik be. Az RCP 8.5-ös szenárió pedig azt mondja, hogy hát egy szinte lineáris, vagy még annál is nagyobb növekedés várható az évszázad végéig. Ugye a szenárió közti különbség igazából abban van, hogy ahogy haladunk a nagyobb számú szenárió felé, ott nagyobb üvegházhatású gázkibocsájtást tapasztalunk, ami viszi magával ugye a klímát. Ugye kevesebb klímavédelmi folyamat lesz, tehát a leginkább klímavédő folyamatokat beépítő szenárió, ez a 2.6-os szenárió, tehát amikor mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a klímaváltozást, és ugye ebben lett nyilván a hőmérséklet növekedés is egy olyan irány, hogy minél magasabb számú a szenárió, annál magasabb hőmérséklet emelkedés várható. Jó, hát itt csak, talán csak annyit megjegyeznék, ezt így kutatóként érdekes volt tapasztalni, hogy ez a 2.6-os szenárió, ez gyakorlatilag az, hogy teljesen átállunk, szerintem legalábbis, ahogy én értelmezem, teljesen átállunk megújuló energiára, és gyakorlatilag a foszilis energiahordozókat szinte elfelejtjük az életünkből, és minden mindent az alá rendelünk, hogy a klímaváltozást megakadályozzuk ugye ez a szenárió azért is volt érdekes számomra, mert kerestünk modell eredményeket, ami ugye Európára vonatkozik, és erre a szenárióra egy darab modell eredmény volt, tehát ugye a témával foglalkozó kutatók úgy érezték, hogy ezt fölösleges szimulálni, hiszen nagyon nem erre mennek a folyamatok. Ugye a 4.5-ös az nagyjából az, a, ahol mi hát szeretnénk, hogy legyünk, a 8.5-ös szenárió pedig az, hogyha nem foglalkozunk a klímavédelemmel, akkor mi vár ránk. Jó, ugye globálisan ez várható nagyjából ilyen növekedések. Igazából itt, ami mindig elhangzik, hogy jó lenne, 220 fok alatt maradni az évszázad végére, de most mi nem erre szeretnénk választ találni, vagy ebben kapcsolatosan vettük fel a kérdésünket, hanem alapvetően az lenne igazából számunkra az érdekes, hogy jó, jó, globálisan ez történik, de mi a helyzet a városainkban? Mi a helyzet azon a területen, ahol mi élünk, ahol mi lakunk? ahol mi mindennapjainkat töltjük, hogy ennek vizsgálatára a modell tudjuk bemutatni Szeged példáján, tehát ahol a globális klímamodellek eredményeit megpróbáljuk levinni városi szintre, és figyelembe vesszük a város klímamódosító hatását is, tehát az, hogy a különböző beépítés milyen különböző klímát hoz létre. Itt az első példa, amit bemutatunk, ez a meleg éjszakáknak a számának az alakulása. Ugye ezek 30 éves átlagok lesznek, tehát ugye az adott időszak 30 évében átlagosan valami ilyesmi várható, tehát ez a nem túl meleg, nem túl hideg év, valahogy így kell ezt értelmezni. Ugye a meleg éjszakák esetén, ugye itt összehasonlításként itt van a jelenlegi állapot, Ugye az évszázad közepére, ami már nincs azért annyira messze, tehát ez a 21-től 50-ig tartó időszakra, Igazából a változás az még egy enyhe növekedés ezen index esetén. Ez egy 5-10 napos többlet a sűrűbb beépítésű városi területeken. Tehát azt mondhatnánk, hogy ez még nem olyan vészesen, vészesnek tűnő változás. Viszont az évszázad második felére, tehát a 71-2100-as időszakra viszont azt látjuk, hogy a növekedés az úgymond felgyorsul. Még a kedvezőbb, tehát ez a 4.5-ös szenárió, amikor elég sokat megteszünk a klímaváltozás megakadályozása érdekében, ott is 20 nappal több ilyen meleg éjszakák lesz a, éjszakákat tapasztalhatunk a sűrűn beépített városi területeken. Még amik nem teszünk semmit a klímaváltozás ellen e, szenáriót követjük, akkor pedig a város központban az ilyen éjszakák száma az 40-nel nő, tehát több mint egy hónappal több ilyen napra számíthatunk az adott hát sűrű beépítésű városközpontokban. Ugye ez a városközpontokra ez egy fokozódó hőstressz jelöl, tehát ugye ez nem túl kedvező változás. Jó, a másik index az a trópus, trópusi éjszakák alakulása. Itt ugye a, a, trópusi éjszaka az, amikor a minimum hőmérséklet nagyobb, mint 20 Celsius fok, és most visszautalok arra, hogy ez pont az a határ, ami fölött megugrik a halandóság a városban a termikus stressz miatt, tehát emiatt jó index ez ennek szemléltetésére. Ugye jelenleg nem nagyon vannak ilyen éjszakáink, tehát ugye városi területeken meg tud jelenni 5-10 attól függően, mennyire van sűrűn beépítve a város. Ugye külterületeken csak nagyon ritkán tapasztalunk ilyen magas minimum hőmérsékletű napokat. És ugye ez a fajta diszkomfort, ami ilyenkor megjelenik, nem csak a halálozás szempontjából fontos, hanem mindenki számára, tehát az egészséges emberek számára is, ugye a pihenést gyakorlatilag lehetetleníti el, tehát gyakorlatilag mindenkire negatívan foghatni. Ja, az évszázad közepére itt már eltérnek a különböző szenáriók, tehát egy optimistább helyzetben a növekedés az még nem túl nagy, tehát egy pár nappal növekszik a sűrűbb beépített területeken, viszont hogyha nem teszünk semmit a klímaváltozás megakadályozása érdekében, akkor már egy szignifikáns növekedést látunk. Ugye ez is még csak 5-7 nap, tehát azt mondjuk, hogy jó, hát 5-7 nappal hosszabb lesz az az időszak, amikor ugye ilyen magas minimum hőmérsékletek vannak, de ugye nagyon kicsi számról emelkedünk, illetőleg, hogyha most csak ilyen tehát magánéleti példákon, hogyha visszaemlékszünk egy ilyen nyári hőhullámra, ugye ez pont az az időjárási helyzet, és ugye átlagosan lesz egy héttel hosszabb a megszokott hőhullám nyáron, viszont ez lehet az, hogy most egy hidegebb év van, vagy egy melegebb, tehát ez akár kétszer annyi is lehet egy melegebb évben az adott perióduson belül. Jó, az évszázad végére, vagy a második felére tehát ugye 71 és 2100 között ugye ez a kép megint csak nagyon eltér attól, hogy teszünk-e valamit a klímaváltozás ellen vagy sem. Ugye ha teszünk, akkor ugye ez a növekedés 10-15 nap, tehát egy körülbelül fél hónappal több olyan időszak lesz, ami extrém módon terhelő számunkra. A modellek alapján pedig az RCP 8.5-ös szenárióban, a, ugye pessimista szenárió szerint, hogy a városközpontok esetében gyakorlatilag a 30-35 nappal több olyan nap lesz, amikor ugye meghaladjuk ezt az indexet, tehát ami így köznapi példával a hőhullámok azok gyakorlatilag az évszázad második felére megszokott helyzetben legalább egy hónapok hosszúságúak lesznek, és azért mondom, hogy megszokott helyzetben, hogy ennél lehet hosszabb, hogyha az adott év az éppen melegebb, persze lehet rövidebb is, hogyha az adott év az éppen hidegebb. Ugye ez már egy elég súlyos változás, ez egy elég súlyos különbség, úgyhogy ezzel ellen nyilván tenni kell valamit, és csak gyorsan összefoglalnám a, az eredményeinket, illetve az elmondottakat. Igazából lehet-e tenni ez ellen valamit városi léptékben? Ugye az, hogy globális léptékben mi történik, az nyilván egy nagyobb léptékű cselekvést követel, de már városi léptékben is tehetünk az ellen, hogy ne legyenek annyira kedvezőtlenek a globális változások hatásai a városokra. Ugye itt, amit össze lehet hasonlítani, a sűrű beépítés és a viszonylag ritka beépítésnek a különbsége, tehát hogyha az épület arány egy bizonyos szint alatt tud maradni, akkor ugye a hőmérsékleti többlet az azért jóval kevesebb lesz a városokban, az éjszakai órákban, így ugye a hőstressz az jóval kevesebb tud maradni, vagy tud lenni a városi területeken, és emiatt hogy a halálozási többletel ellen is tudunk valamelyes küzdeni, azáltal, hogy nem engedjük a városoknak a gyakorlatilag 100%-os beépítése fele haladni a folyamatokat. És lesznek még járulékos előnyök is, az egyik az energiafelhasználás, tehát hogyha ugye eleve hűvösebb a város mondjuk éjszaka, nyári időszakban, akkor kevesebbet kell klimatizálnunk, az kevesebb energiafelhasználás, kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátás és a klímaváltozás ellen is küzdünk. Illetőleg légszennyezés szempontjából is kedvezőbb a nyitottabb beépítés, tehát ugye, hogyha van több hely az épületek között, ott az a nyitott beépítés miatt a ventiláció sokkal erősebb tud lenni, és a légszennyezés ellen is teszünk valamelyest egyúttal. Jó, tehát összefoglalva igazából itt a modelleredményeink alapján, illetve a mérési eredményeink alapján azt lehet mondani, hogy ugye az, hogy a város részen hogyan alakulja a jövőben a klíma, illetve hát jelenleg milyen a klíma, ott a kedvezőtlen hatások ellen, úgy tudunk tenni, hogy lehetőség szerint a beépített terület arányát azt vagy csökkentjük, vagy esetleg megpróbáljuk alacsonyan tartani. Tehát nem hagyjuk abba, az irányba menni a folyamatokat, hogy mindent mindent beépítsünk. Illetőleg ugye a minél több zöld felület is fontos, tehát hogy a nyitott területeken nyilván valami zöld felület jelenik meg, ott az egy kedvező befolyással tud bírni az éghajlati folyamatokra. És ugye ez az arányaiban ritkább beépítés, ugye a kisebb hősreszt miatt a rekreáció szempontjából is kedvezőbb, ugye a légkondicionálás mentén ugye energia szükséglete is kisebb városrész szinten, illetve hát, hogy a légszennyező anyagok szempontjából is kedvezőbb a jobb ventiláció miatt, Illetőleg itt még egy gondolat, ez már inkább nem annyira tudományos, de én valahogy úgy látom, hogy ha tudom, hogy egy városrész az egy kedvezőtlen, termikus viszonyú városrész, tehát ott éjszakánként mindig nagyon-nagyon meleg van, én nem biztos, hogy abba fektetnék bele, hogy én ott éljek, hanem keresek inkább egy olyat, ami nem ilyen. És tehát így, ugye, mint egy tudat alatt, ugye a vásárlók mentalitására is ez azért kitudhatni, és így módosítva akár a lakáspolitikai folyamatokat is. Ezzel köszönöm a figyelmet, és köszönöm a szíves megjelenésüket és figyelmüket.